Én már farkas rajtam van. Igen? Várja, azt hiszem már be vagyunk kapcsolódva. Ja? Aha! Hello! Sziasztok, kegervári óvodások! Itt vagytok? Ahó! Hát, nem tudjuk, hogy ott vannak-e, reméljük, hogy ott vagytok. A hegervári mesevár óvodásokat keressük. Csókolom, jó helyen kopogtatunk? És köszönjük szépen a Katica Fejlesztő Játszóház és Közhasznú Alapítványnak, hogy létrehozta az online kapcsolatot. Online, mindig így mondom. Tudom ám, hogy hol van Egervár. Képzeljétek, hogy János háza borgált a celdömök, ebben a háromszögben töltöttem el kisgyerekkorom nyarait. Jó. Nem is hittétek volna, mi én is voltam óvodás, csak akkor még nem voltam szakállas, és nem voltam 100 kiló. Jó, figyeljetek! Nem olyan rég mentünk volna hozzátok márciusban, ugye? Igen, márciusban. És csináltunk volna egy jó kis bulit, bemutattuk volna nektek az őshonos magyar kutyafajtákat, de az ismert okok miatt sajnos ez nem jöhetett létre. De most... Most itt vagyunk, és bemutatjuk nektek a 9 magyar kutyafajtát. Majd csak győzzétek számolni, oké? Majd kövessetek bennünket. Nagyon nehéz lesz megjegyezni a nevüket, mert az őseink azok olyan katifántos neveket adtak. Első a komondor, figyelj! Kócos, loncsos, szőrkoloncos, így hordja a frizurát. Ő a kutyáknak királya, nem mordja a koronát. Te kit ülsz, figyelsz minket, halld a komondor búzsdalát! Nem, be kell énekelned, hallod? Énekel! Ma, 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 ma. Jó, most nincs sok dolgom este, nem támad rám medve, nincs híre hamva farkasnak, s a bárányok is hallgatnak! Elfelejtetted bemondani, hogy mindenkinek tapsolnia kell, amikor éneklek. Most komolyan, úgy halljuk, hogyha tapsolnak. Remélem, hogy azért ti hallatok bennünket, de mi nem halljuk, amikor tapsoltak. Nem baj, tapsolni kell, akkor is tapsolni. Bocsánat, elnézést, be van képzelte. Ja, azt viszont halljátok ugye, hogy végre a 4 napos ünnep után kiszabadultunk, és kijöttünk a friss levegőre, most viszont fúj a szél. Ezt majd halljátok a mikrofonunkba, de ne is foglalkozzatok fel, mert hogy kócos, loncsos, szőr, koloncos, így hordja a frizurát. Ő a kutyáknak királya, nem mondja a koronát. Te ki itt ülsz, figyelsz minket, halld a komondor búzsdalát. A szűkapámnak jobb volt, akkor még sok dolog volt. A régi szép időkben ott lennék én buldog. No. Ez nem az a műsor, a Bulldog, az a Tom és Jerry-ben van. Láttatok már Tom és Jerry-t? Ja. Szaladgál az egér, meg a vacsorázokat, mikor lehet? Igen, abban van a Bulldog. Te boldog vagy, még egyszer. Boldog. Boldog. Kócos, lancsos, szőr, kalancsos, kócos, lancsos, szőr, kalancsos, kócos, lancsos, szőr, kalancsos, kócos, lancsos, szőr, kalancsos, mit utánozol? Ja, én nyertem. De hogy te nyertem? Én sokkal gyorsabban csinálom. Láttátok gyerekek, sokkal ki volt a gyorsabb? Mondjátok, írjátok oda, jó, ki volt a gyorsabb? Persze, hogy kalapjak a polc. Nem akar? Jó, oké, figyelj. Na, mondok nektek a komondorról érdekeset, gyere csak közelebb, figyelj. Ja. Nézzétek meg a komondornak, felmosó ronyból csináltuk a szőrét. Mi? Nem, most még kell leégetni előttük. Nem égő, majd azt mondják, kreatívok vagyunk. Nem, azt mondják, hogy tök ciki felmosóronyból van. Akkor mondjál, te érdekes. Mondok is. Képzeljétek el, bolhás vagyok. Ssss, hallod el. Milyen vintes kutya, de a pelvetem mindig mondja, mint tegyetek. Tényleg bolhás vagyok. Már csöndre hallod. Ne legyen csöndet a kicsérekeknek, nem szabad a kicsérek. A bolhás vagy, nem jövetsz így közebb. Műsorban meg ilyenek érted. Hát engem te hívtál ide. De nem mondtad el, hogy borrás van. Nem is kérdezted. Ó, apám, nem baj, figyeljetek, még szerencse, hogy most már hétköznap van. Nincsenek ünnepek, ezért, amikor vége van a műsornak, megyünk állatorvoshoz. Én biztos nem szurit, nem kérek, köszi. Nem szuri. Hát hogy milyen szuri? Olyan. Nem, megfürdetnek, vagy jobb esetben. Bolha irtó nyakör, tudod mi az? Nem. Irtó, jó? De nem fel. Az összes bolha kiugrik, figyelj már! Nem. Kócos, nagycsas, szőr, kalancsos, kócos, nagycsas, szőr. Nem. Kócos, nagycsas, szőr, kalancsos, kócos, nagycsas, szőr. Nem. Kócos, nagycsas, szőr, kalancsos, kócos, nagycsas, szőr. Kócos, nagycsas, szőr, kalancsos, kócos, nagycsas, szőr. Léci, léci. Nem mondjátok majd el senkinek, hogy amikor voltak alapja kap, jó? És akkor nektek a Egervárra bejelentkeztünk, hogy bolhás volt a komod. Senkinek, oké? Oké, sehol. Nem mondjátok el senkinek. Köszönöm szépen.
ezért cserébe már is mutatom nektek a következő kutyást. Egy kis kuvaszkölyök. Ki tudja megmondani, hogy milyen színű a drága? Mi? Nem hallom hangosabban. Vicceltem. Hát fehér, persze. Jól mondtátok, fehér. És ki tudja megmondani, hogy milyen a lába? Na, oda néz. Bocsánat, hosszú, nagyon hosszú lábban. És milyen a szája? Ki tudja megmondani? Bizony, jól mondjátok. Nagy, hatalmas szája van. Mutasd meg a gyerekeknek, mekkora szád van. És... Mutasd meg a gyerekeknek, mekkora szád van. Azt a mindenit. Na, most egy kicsit ne figyeljetek, nézzétek, megforduljatok meg, hogy mi van ott a hátatok mögött. Hogy itt a Mikule? Figyelj ide, kapsz egy jutalomfalatot, hogyha megmutatod. Itt a fagyba. Oké. Most figyeljetek, belemesélem. Egy igazi mesébe, remélem, hogy a Szilvia nem fogja ledönteni a paravánunkat. Mert erdő mély róka jár. Vuk vagyok. Hogy lenné már vukkám? Nem, a vukk az rajzfilm, te meg bábú vagy, menjél vissza. Bocsánat, azt hiszi vuk. Erdő mély róka jár. Simán róka vagyok. Nem kell mondani. Nem kell? Nem, itt csak így bejössz és nem szólsz egy csocsó. Jó, hogy nem tudtam, nem. Erdő mély róka jár. Így most jó. Mert a foga húsra fáj. Ez anyám. Elviszi a tyúkokat. De elám. Míg a mama mosogat. De vigyázz róka pórujját. Aztán mi? Az éme kúva szőrzi a tanyát. És te úgysem viszed semmire. Mert? Az éme sokkal erősebb, mint te. Mert neki hófehér a ruhája. Milyen a lába? Hosszú a lába. És milyen a szája? Nagy a szája. És vele minden róka pórulját. Tessék? Minden róka pórulját. Nem tetszik a szöveg. Tessék? Nem tetszik a szöveg. Hogy nem tetszik? Én írtam. Szerintem nem. Nagyon is jó a szöveg. Nem, akkor se tetszik, nem. Oké, okay. Akkor most mi csináljunk? Kérdezzük meg a gyerekeket. Ha? Csak nem halljuk, hogy mit válaszolnak. Akarjátok, hogy a róka pórul járjon? Szerintem bólogattak. A kutya is bólogat, kicsit pórul jár. Rározik a ferike marcsa. Itten rározik a ferike marcsa. Itten ennyire nem szabad, jó? Csak így óvatosan. Itten rá, úgy mondtam, hogy nem szabad adni. Mi farkas jár, mert a foka húsra pály, ja. És elviszi a tyúkokat, ó, ne lát, míg a mama mosogat. De figyelsz róka pórujjál, akarom mondani, hogy farkas, ő kuvasz őrzi a tanyánat, és úgysem vissza csamira. Sokkal erősebb, mint te, mert neki hófehér a ruhája, milyen a lába? Hosszú a lába, és milyen a szája? Nagy a szája, és vele minden farkas pórulját. Tessék! Minden farkas pórulját, rá, ferike marcsa. Ütled rá, ütled a ferike marcsa. Ütled rá, adjál neki, neki ennyire csak kerges, hát megbeszéljük. Most már mindenki tudja, figyeljetek! Aki tudja, próbálja velem énekelni. Jó, aki hibátlanul énekli. Hiátlanul, hibátlanul kiabálja be, hogy hosszú, nagy, kerek, stb. Stb. Alacsony, görbe, az kap egy piros pontot. Rendben van, majd szeptemberben. Figyelj! Hófehér a ruhája. Milyen a lába? Hosszú a lába. Milyen a szája? Jó nagy a szája, és vele minden farkas porul járna. Meg minden róka porul járna, minden róka porul járna. Nagy tapsot a kuvasznak! Jaj, de kis aranyosok! Rossz kutya vagy, hallottad? Rossz kutya. Na figyeljetek ide! Amíg ilyen aranyosak voltatok, és a piros pontért cserébe önzetlenül segítettetek, ezért elárulok most nektek egy kulisszatitkot. Igazából ez a róka. Vuk vagyok. Nem vagy vuk, majd elviszek pszichológushoz, oké? És igazából ez a farkas. És a kutya, jó barátok. Két a pirulló, két a pirulló. És ezt az egész kergetőzést csak kitalálták nektek, hogy egy kicsit ti is nevessetek, oké? Rendben van. Na, figyeljetek ottan. Egervárjak, ti is tudjátok meg, hogy
Ezek csak eljátszották ezt. És ti is jól teszitek, ha napközben összevesztek majd egymással. Majd amikor lesz Szovi, vagy esetleg otthon a testvéreken, és ez a felnőttekre is vonatkozik. Ó, akkor mielőtt lefekszetek aludni. Ki kell békülni, nagy tapsot, Róka, Farkas, nagy tapsot a kuvasznak és már is. Mutatjuk nektek a legismertebb magyar kutyát. Egerváron is biztos van. Majd írjátok, hogy hogy hívják, hogyha van. Úgy hívják, hogy puli kutya, hogy észvész. Ha néz, nincsen semmi vész. Ügyen segyet nincs. Megoldja a puli és észvész. Szóban néz, nincsen semmi vész. Ügyen segyet nincs. Jön a tánc, jön a tánc. Láj, 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 láj. A puli táncol, figyeld, hogy táncol. Láj, 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 láj. Lobog a szőre, lobog a szőre. Láj, 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 láj. Nagyon nehéz megmondani, melyik a eleje, meg melyik a hátulja. Ti tudjátok? Eláruljuk nektek, figyeljetek. Ez eleje. Nem. Ahol az orra meg a nyelve van, az az eleje, igen. És ahol meg csokis, az a hátulja, hogy náj, náj, lám, nem, náj. Számolni is tud most, na, igen. Háromból kettő az mennyi? Tudta? Négyből három mennyi? Tudta? 19-ből 18 az mennyi? Most szórakozol nem, vele. Hanem most akarom mutatni, hogy mennyire jó, ideges. Ezt is tudja. 19-ből 18 az mennyi? Tudta? Tapsoltam ki! Figyeljetek ide! Ha egy kutyus hazavisztek, nem elég csak hazavinni, kell neki venni etetőtálat, itatótálat. Gondoskodni kell róla. El kell vinni sétálni, állatorvoshoz a szőrét is gondozni kell. Ohoho, is! Szabad az udvaron egy láncra kikötni. Az EU-ba már nem szabad, jegyezzétek meg. És rengeteget kell vele játszani. Akkor lesz boldog kutya, ti meg boldog gazdik. Mit levettem, utas meg mennyire, hogy boldog. Láj, 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 láj. Láj, 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 láj. Fogadjuk, hogy nem tudjátok megmondani, hogy eddig hány darab kutya volt. Tudtam, hogy nem tudjátok. Összekeverem, figyelj ide. És fogadjuk, hogy nem tudjátok megmondani a nevüket. Nem tudnátok, hogy az első volt a komondor, igaz? Kócos loncsos, szőrkoloncos. Azt se tudnátok, hogy a második volt a... Kuvasz. Hosszú volt a lába. És nagy a szája. És melyik volt a harmadik, arra már végképp nem. Jó van, egy pára mondták, hogy puli kutya. Na, írjátok be akkor, ugye? Beírták? Nem tudom, mert már lement, hogy... Ha van nálatok puli kutya, a környéken azt hogy hívják, oké? Roppantóan, retteretesen kíváncsiak vagyunk rá. És már is következik az a kutya. Ó, az egyik kedvencem, de mindegyik a kedvencem. Akinek egész nap be nem áll a szája. És izeg, mozog, közöttetek vannak ilyenek? Igen! Vannak mi? Nem baj, szerencsés pedagógusok. Éjjjön, most már éjjön! Igen, most már te jössz. Jó, csak megmondtad, hogy én fogom kezdeni az egészet. Micsoda? Hát ezt mondtad, én megjöttem volna, de hát milyen belőztek a többiek, hogy buli is komondor, és belőztek, mindent csak mondom, mert hiába mondtad volna, aztán úgy volt, hogy azt szoktam csinálni, hogy ho-ho, és addig, amíg én bemutatom a dalodat a gyerekeknek, addig te csendbe vagy, oké? Rendben, figyelj! Én vagyok a pumi gyerek, hasam és az arcom kerek, bárki tőlém megvédelek, szeret engem minden gyerek. Kutya iskolába járok, tudom egybe kettő három, fokos vagyok, nagyon bátor, a legjobb kutya a világon. Pukli, a pumi, pukli, a pumi, hoppá lézi mi, hoppá lézi mi. Ha dobom a labdát, visszahozott, ha repül egy tízbi, eltapolt, ha tartod a karikánál, a tolvaj fenekét harapom. Ezt nem hiszem el. Úgy élek, hogy enyém a világ, ha szeretnéd, hogy legyél vilám, a fülem lobog, a szemem ragyog, a kutyák közt a pót vagyok. Puklin, a pumim, puklin, a pumim. Hoppári, hoppári, zizim, hoppári, zizim. Puklin, a pumim, puklin, a pumim. Hoppári, zizim, hoppári, zizim. Hölgyeim és uraim, egy kis mini bemutató a kis mini bárcinál. Pumukli a pumi, a levegőben kapja el a labdát. Nagy támsaki! Pumukli a pumi, pumukli a pumi, hoppá rizimi. Ritmusos tapsot kérünk mindenki
mindenkitől, ha 20-30-40-50 éves gyerekek segítsenek. Hoppá, rizi mi, ho-ho, hoppá, rizi mi, ho-ho, kumukli a pumi, kumukli a pumi. Hoppá, rizi mi, ho-ho, hoppá, rizi mi, ho-ho, kumukli a pumi, kumukli a pumi. Nagy taps neki, köszönjük köszi szépen! Köszönjük szépen, úgy mondod, én fogom kezdeni, csak bárhoztak a többiek, de mondjuk a labdázás az megvolt, ezt nem felejtette el, pedig úgy mondod, hogy... Erről beszéltem, elkészt a pizek, mozog, be nem áll a szája. Na de most figyeljetek, mert egy sokkal-sokkal érdekesetet fogok most nektek mutatni. Méghozzá egy olyan kutyát, amelyik tereli a levente. Fordítva van ki. A fenekét meg megmutogatott a gyerek. Bocsánat. Boci, boci, tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kap. Boci, boci, megfázott, partam neki nadrágot, és nem akartam felvenni, mert ágyba kellett fektetni. Ágyba kellett fektetni. Tudjátok, milyen nehéz ezeket a hatalmas nagy szarvasmarhákat bekergetni. Az istálóba ebbe segít nekünk ez a kis pumi kutya. Vicceltem. Figyeltetek? Kíváncsi voltam, hogy figyeltek-e. Moody! Amit tudjuk megjegyezni. Pumi, Moody. De ő a Moody kutya, és messziről, ahogy a tehenek lába között szaladgál, teljesen úgy néz ki, minthogyha táncolna. Reggel, ha felkerünk a Moody megint, rövid sétára megyünk, Moody megint. Este, ha együtt vagyunk, Moody megint, jó nagyokat csavargunk, Moody megint. De a hétvégén nagyot néznél, ha meglátnád, jön a tánc, Moody, tánc, hogy gyerünk, gyerünk. Táncolunk ott a Moody megint, vagyok a legboldogabb a föld kerekén, és táncolunk ott a Moody megint. De figyelj, valami más koreográfiát nem tudsz, csak az ez. Levi, hozz már előre egy kicsit, mutassuk már meg a gyerekeknek, hogy figyelj. Gyere, gyere kis Budika, gyere. Na, figyeljetek. Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak, még a néki cipelőt, bőnadrágot varnak, de sarkantyús csizmának, kócsak tollas fővel, illik gyöngyös pártával, magyar főkötő. Figyeljetek, most csak a Levi táncol, próbáljuk, hogy verseny. Nem Moody, ne táncolj, csak a Levi, jó. Most csak a Moody, ez az, nagyon jó. Most csak a Levi, ez az, nagyon jó. Most csak a Moody, jó, most együtt Moody és a Levi, most a... jó, ilyen jó, jól kezem. Táncolunk, hopp a Moody, meg én vagyok a legboldogabb földkerekén. Táncolunk, a Levi, a Moody, meg én. Nagy tapsot kérjük szépen a kutyára! Nem, miért? Nem, már figyelj, szerintem a kutya nyert, hagyjuk a kutyára, jó? A kutyák irigyek, irigy kutya. Ugye ti nem vagytok irigyek? Jól van. Na, most aztán! Hát te, gyere már gyorsan! Na, kap már egyszer magad, gyere már gyorsan! Azonnal gyere! Tiltakozunk! Bocsánat, ne haragudjatok! Tiltakozunk! Ti mindenhova követtek engem? Ja! Hát a múltkor is voltam egy koncerten is, ott is ott voltatok. Azért, hát mert vándor tiltakozók vagyunk! Tiltakozunk! És akkor most miért tiltakoztak? Semmi között hozzá! Tiltakozunk! De bocsánat, de már elnéz is kérek, de benne vagyok most élőben a műsorban. Aha! Hello, egervári gyerekek! Van nálatok egy olyan kutyus, aki kergeti a macskákat, remélem? Nincsen, éppen tiltakozunk, hello! Hello! Tiltakozunk! Igen, miért tiltakoztok? Te miért tiltakozunk? Mit tudom én? Te mondtad, hogy jöjjünk ide, ezt kiabáljuk! Mondjál már valamit, nem száll le rólam! Mondd neki, hogy unalmas a műsor! Azért tiltakozunk, mert unalmas a műsor! És csak akkor igaz, hogyha a gyerekek is azt mondják, írjátok már oda létszeres, hogy unalmas vagy nem unalmas, jó? Na, üzenjétek meg, jó? Írjátok már, hogy nem unalmas, jó? Nem, csak elég annyi. Nem. Ha azt valaki odaírná, jó? Köszönöm szépen, hogy nagyon kedvesek lennétek. De... Tiltakozunk tovább! Nem, hallott, figyeljetek már ide! Tudom, hogy mit szeretnétek. Na. Az a bajotok, hogy macskás nótát soha senki nem játszik. Így van. Ja. Mert mindig csak kutyásak. Tudom. Mi meg egoista macskák vagyunk. Igen. Aztán jó lenne, ha lenne cicásdal is. Jól van, akkor lesz, jó? Köszi. Nagyon rendesek vagyunk ma. Szírmos cica hal, hová lett a vaj? Ez gyönyör.
Ott látom a bajuszodom, most lesz neked jaj. Mi is kérünk tapsot? Fír most itt a hár, hová lett a far? Ott látom a bajuszodom, most lesz neki. La 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 la. Most lesz neki. Jaj! Úgy bejednek, Eko. Elszaladnak, aztán nem jönnek vissza. Ez nem igaz, mert amúgy mi mondtál, hogy igen, most, igen. És most már is következik. A kedvenc kutyám. Majd meglátjátok, mert mi van. Hallod? Na. Ott hagytam. Ezt nem hiszem el. Hát de most... Akkor öltözél be te. Tudod, így beveszélj, Nivi? Tudom, hogy ne be, havajjál már, hogy. Avakkobor, avaz levegyeben, hogy. Nivin csivit a babáb, avakkobor levegyével tebe, avaz úgy se fogok rávátsza van, Nivi. Avakkivé. Figyeljetek akkor most. Levente fogja megmutatni nektek, jó? Itt a kialakuló szélviharban. Igen. Éjjel a tavasz, az agarat. Hölgyeim és uraim, következik a magyar agár. Igen, benne vagy? Igen. Az agárnak izmos, vékony teste van, az agárnak hegyes az óra, a hátul hosszú agárfarka van, a kontaktlencsét berakom. Az agárnak éles a szeme, és az agár nagyon gyorsan tud futni, ha! Gyorsabb, Ja. Adja engem békén, nekem ez amúgy sem egy motiváció nélkül. Megpróbálom motiválni, csak az a baj, hogy a következő szereplünk az nagyon fáradt. Tudjátok, most volt húsvét az elmúlt hétvégén, és rengeteg piros tojástól. Szegénykémnek így ki vannak tűledve a szemeid, azért bemesélem, jó? Nyuszi ül a fűben, ülve szundikálva. Nyuszi talán beteg vagy, hogy már nem is ugorhat. Nyuszi, ha! Nyuszi, ha! Már is egyet elkapott. Tudom, fáradt vagy, ugye? Teljesen ki vagyok, hát üzem volt. Semmi nem kéne, hanem csak színészkedni kéne, el kéne játszani, hogy te vagy egy nyúl, oké? Ez menni fog, autentikus nyúl lesz. Rendben a gyerekeknek. De mit kell csinálni? Hát majd én így énekelek ki egy ilyen lassú számot a gyerekeknek, és akkor te meg eljátszod, elszínészkedni. Ez baby könnyű, akkor benne vagyok már. Következik a híres jelenet! Megnézhetitek az agarat! Olyan gyorsan, mint ez a kocsi! Láttad, hogy elhúzott ott mellettük? Ott szalad az agár! Rajta a fér! Hiába futsz! Úgy is ott a lél! Hát jár már békén! Rád a nyúl! Rajta az agár! Mert ez a nyúl! Jaj! Énekelned is kell! Még azt is! Hát én már teljesen ki vagyok! Legnek szép hangotok! Figyeljetek már! Mutatom, mit kell énekelni, azt, hogy... La 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 la. Ja, ez könnyű! Na, próbáld elő! La 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 la. Ez jó volt, csak hangos ebből! La 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 la. Jó! La 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 la. Figyelj ide! Tessék! Meg tudjuk csinálni, hogy előadjuk sokkal gyorsabban. Ne csináld már, én alig bírom az agár, meg már teljesen ki van pulcámba. Jó, akkor meg tudjuk csinálni, hogy előadjuk sokkal lassabban. Ó, na, ez jó ötlet. Jó, sokkal lassabban. Úgy, ahogy a nadgeon van, oké? HD-ben és lassítva szólódózunk. Jó? Nem jó, nem tetszik. Szalad a nyúl. Jaj, hagyja a szakát. Mered a nyúl. Nem igazi halál. La 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 la. Énekelj, Kuszti, gyerünk. La 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 la. Jó, csak hangosan mindenki. La 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 la. Jaj, szegény! Nyuszi ül a fűben,
veszundiká. Nyuszi, talán beteg van. Teljesen. Hogy már nem is ugor. Nyuszika, hopp, Nyuszika, hopp. Már is egyet elkap. Ó, de jó ég. De jó ég. De jó ég, az meg kicsoda. Ez az erdélyi kopó. Ez is megkerge. Nem, ez megtalál. Bújjál! Ez egy erdélyi kopó. Kis kutyája van a nagykutyának, nagykutyája van az apukámnak, Erdélyből jött a családja, és ott lakik a nagymamája, minden nap eteti, a szőrruháját fényezgeti, ő a fejét hajtja a kezembe, és ott él a hűség, a szemében él, ő a kopó. De mutatom nektek a legismertebb magyar kutyafajtát, ho-ho! A kopó után a kopó vadászkutya. Hát mutatjuk a vadászkutyák fejedelmét. A pislát, a pislát, a pislát, a pislát, a pislát. Jobbra áll, balra áll, érkezik a nagy vadász. Megfújja a trombitát, ravasz róka. Jól vigyázz, jobbra áll, balra áll. Ho-ho, alalala, itt van már a nagy vadász. Megfújjuk a trombi, a trombi, a trombi helyette. A trombi helyett nem fújjuk meg, hanem bemutatjuk nektek. Hogy találja meg a labdát, figyelj! Hopp! Jó, abis leelbújik a paraván mögé. Én is. Te is. Oh, yeah. És én ezt a labdát eldugom most valahova. Most figyelj! Sose fogja megtalálni. Oké, okay. És kíváncsiak vagyunk, hogy meg tudja találni a labdát. Bizslat a bizsla erdőkerekében, kinn a mezőkön is fenn az égen, dolgozik esni, fírja a lába, otthon jó meleg ítele vár. Bizslat a bizsla erdőkerekében, kinn a mezőkön is fenn az égen, dolgozik esni, fírja a lába. Azt a mindenit, oda nézzetek, milyen jó az orra! Hagytam sok a bizslat! Bizslat a bizsla erdőkerekében, kinn a mezőkön is fenn az égen, dolgozik esni, a lába, otthon jó meleg. Na 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 na. Jaj, de szeretem a vadászkutyákat. Vizsgálom, hogy fölcsön vele. Közben... De jó ég. Közben rájöttem valamire. Hogy ezek a kutyák a farkastól származnak. Ha, mert amikor lemegy a nap, utána feljön a hold. Ezek meg kiülnek az udvarra, aztán azt csehek, hogy... Ezt így tudjátok utánozni? Nem tudjátok mi? Nem biztos, nem tudják. Tudjátok? Utánozzátok már egyszer. Jó. És plusz még ígérjétek meg, hogy ezt esténként mindig gyakorolni fogjátok, jó? Oké! Hozzák már a meghívót az esti kutyabálra! Hozzák már a meghívót az esti kutyabálra! Míg a hold is mosolyog, és kövér mit a bálna, és szeretné, ha most minden kutya hozzá ki a bálna. Oh! Kutya fiú, ha balalá, kutya bán, kutya lá. Most mind, most együtt kiabál, teli a hold és teli kutyabál. Mindjárt véget ér az esti kutyabál. Kutyafiú, kutyalány, most mind, mind, most együtt kiabál. Teli a hold és teli kutyabál. Mindjárt véget ér az esti kutyabál. Jöttök, jöhet, jöhet, jöhet. Nagy tapsot kérek szépen minden szereplőnek, nyuziknak, teleknek, kutyáknak, farkasoknak, ó, a rókának. Buk vagyok! Nem vagy buk! De, buk vagyok! Na, egy perc hírnév! Online vagyunk élőben! Fürge róka lába, surranó kis árnya, hip-hop, jön buk. Ez gyönyörű! Híres nagy vadász, jobb, ha félre álltok, hip-hop, jön buk. Mindenki tapsoljon! Ő az éjszakától soha se fél, már a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, hogy ravasz, mint a róla, jön, lát,
is, felkiáltok én is. Hip-hop, jön vuk. Még egyszer! Hip-hop, jön vuk. Utoljára! Hip-hop, jön vuk. Utolsó utáni! Ez olyan, mint a gyerekek. Hát, egervári mesevárovodások, ezek voltak a magyar kutyafajták. Köszönjük szépen a Katica Fejlesztő Játszóház. Köszönsznú alapítványnak azt, hogy ezt bemutathattuk nektek. És nagy tapsot kérünk szépen még Leventének a vasútállomáson, a Bemondó bácsinak. És hatalmas tapsot ki... Kalap Jakabnak! Kalap Jakabnak, gyere guszni! Kihívlak egy versőt, de velünk így jövök, meg úgyis páratag. Remélem, hogy sok-sok nyuszit vagy ilyen tojást kaptatok. Húsvétra tudom, hogy most senki nem mehetett nagyon locsolni. Hát, továbbra is maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra. És ne felejtjétek, mossátok meg nagyon sűrűn a kezeteket, hogyha bejöttek valahonnan az udvarról is, vagy akármi, vagy mielőtt ezt kebédeltek, reggeliztek, vacsoráztok. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek bennünket. Legyetek továbbra is jó gyerekek, és reméljük, hogy majd szeptemberben, vagy októberben, vagy valamikor még személyesen is találkozunk. Sziasztok! Viszontlátásra! Hát nézd, már mindjárt lemerül a telefonom. Jó, amíg itt egy kicsit.